Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A mai napon az volt az intuícióm, hogy egy szerelmi kötés, egy szertartás segítene abban, hogy jobbra forduljon a helyzet a szerelmi élet területén. Ennél a jóslásnál azt tekintjük meg, hogyan és hogy hat rá. Itt ezek a kártyák utalnak a te jelenlegi helyzetedre, vagy arra, hogy mit tudsz ennek érdekében tenni. Itt ez a férfi, tehát a te lelki társad áll a középpontban. Itt vannak a gondolatok, vagy a meditáción, és a középső kártya azt jelenti, ez szerencsét hoz. Ezt úgy tudnám elmagyarázni. Keress egy olyan nyugodt helyet néhány percig, csukd be a szemedet és gondolj rá. Képzeld el azt, hogy milyen szép vele ez a kapcsolat. De ne a jövőre gondolj, mert akkor azt eltávolítod tőled, hanem úgy gondolj rá, úgy gondolj erre a szerelemre, ahogy te szeretnéd, mintha ez most már megvalósult volna. Tehát a jelenbe gondold ezt, és érezd az ő szerelmét, érezd az ő közelségét, ezt a melegséget. A következő kártyák azt mutatják, hogy ő ezt érzi-e, amikor rágondolsz, igen vagy nem, átjut hozzá ez az energia, amit te kisugárzol. Ezt most megtekintjük a következő kártyáknál. Itt középen ez a nappali szoba utal az ő otthonára, az ő környezetére. Tehát a te gondolatod, az érzelmeid eljutnak hozzá, és miután te ezt a szertartást, vagy ezt a meditációt elvégezted, lesznek itt változások, és ez szerencsét hoz. Ezek most itt a lehetőségek, hogy valami változzon a párkapcsolat területén. És most megnézzük itt ezt a középső kártyát, ami a szertartásra, vagy erre a meditációnra utal. Ez a hajó szimbolizálja a reményt. Tehát megvan arra remény, hogy legyenek itt változások, ahogy ez a kártya is mutatja, és ez szerencsét hoz. Amit még tehetsz a mai napon, mert én úgy érzem, hogy a mai nap alkalmas rá, mielőtt elalszol, gyújts meg egy gyertyát, vagy pirosat, mert az szimbolizálja a szerelmet, vagy egy fehér gyertyát, mert annak van tisztító hatása. És figyeld az ő képét, írd le azt, amit te szeretnél. Akkor nem csak a gondolataidban vannak meg ezek a kívánságok, hanem leírtad, akkor nem csak a gondolataidban van meg ez a kívánság, hanem leírtad, tehát erősebb a hatása. Mennyi ideig kell a gyertyát égetni, attól függően, hogy érzed magad. Ha úgy érzed, hogy ez már hat, akkor eloldhatod a gyertyát. Amit ez a kép még jelenthet, a távolság. Akkor is, ha ő külföldön van, vagy távol van tőled, a szerelem, a gondolat, a fantázia, az energia, az mindig mindenütt hat. Itt nincsenek korlátozások. Amit még ez a hajó jelent, a külföldi kapcsolatokon, az utazásokon kívül, egy belső lelki utad. Ha ő a lelki társad, akkor ő érez téged mindenütt.
és most megtekintjük azt, hogyan alakulnak a dolgok nálad. Itt ezen a képen látható egy alvó szépség, mondhatnám azt, csipkerózsika, most minden úgy alszik, olyan nyugodt, az is lehet, hogy ő visszahúzódott, nincs kapcsolat, de ezen tudsz segíteni, hiszen itt van a szertartás apraka-dapra, és ez csodákat válthat ki. A harmadik kártyán látható egy ajándék. Ő közeledni fog hozzád, és kapsz egy ajándékot. És most megtekintjük az ő helyzetét, hogyan alakulnak a dolgok, mi várható nála a közeljövőben. Én most jobbról indítok, és az első kártya itt azt jelenti, hogy ő megharagudott valami miatt. És fáj valami, de az is lehet, hogy így játszadozik kicsit, és úgy tesz, mintha te megsértetted volna őt. És emiatt itt van ez a határ, és oda ütközik, olyan, mint egy kerítés, nem tud átlépni rajta, nem mennek előre az események. Viszont ez a szertartás segít, mert a harmadik kártya utal arra, hogy felszabadultnak érzi magát, megvan ez a kreatív, alkotó tevékenység, vagy az ötletek, hogy tudna javítani a helyzeten, és itt lesz egy ajándék, mert ez lesz a terve. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!